A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétóth László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Egy falat kenyére csipetnyi szó, ez a műsorunk címe, és változatlanul a Rock Múzeumban vagyunk. Részint azért, mert rettenetesen szeretem, részint pedig azért, mert vendégeimnek egy részét úgy tudom ide csalni, hogy mondom, hogy tévéfelvétel van, és akkor egyúttal megnézik a Rock Múzeumot is, és utána nagy szemekkel így bámulnak, mert valóban ez Cleveland után Európa második legnagyobb Rock Múzeum, ez most már teljesen hivatalos. Vendégem pedig Nagy Ferro, aki nem engem fog nézni, már látom előre, hanem mindent, ami a falon van, meg ami a hátam mögött van. Szia, Ferro! Köszönöm a meghívást, mert nagyon meglepő dolgok vannak itt, olyan dolgokat látok itt, ami nem is gondoltam, hogy van még a világon ilyen. Érdekes, rögtön a Moogot kerested valamiért. Ennek van egy története, mi volt ez a sztori? Igen, a történet az volt, hogy ugye a Vaszlavik László gazember, kin Lembergben, akkor Lov, vagy mi volt a neve, most már nem tudom milyen neve, és ugye a Szovjetunióban végzett, mint hangszer szakon, mint szakember, és amikor megjött az első Moog Magyarországra, akkor ott fűzögette őket, hogy egy hangszerboltban, hogy hadd szedje le a tetejét, és nézze még mi van benne. Most egy iszonyú drága hangszerről beszéltünk, abban az időben nagyon drága volt, most se olcsó. Most még drágább. Most még drágább. És erre aztán valahogy megfűzte őket, és akkor leszedték a tetejét, és akkor ő megnézte, hogy mit, és azt mondja, hogy kutyák, ezek is tudták, hogy a nem tudom milyen generátort kell ide építeni, és abból kell csinálni a hangot. Tehát ő megfejtette, mert ő saját maga is gyártott egyet, és azt mondta, hogy az körülbelül azt mondja, olyan, mint a Moog, de lehet, hogy egy kicsit jobb. Tehát amit ő csinált. Igen, tehát a Moog volt az első, innen indult el a szintetizátor őrület tulajdonképpen a Moogból. Úristen, mi mindenről kéne beszélnünk, valami hihetetlen sok minden van rólad, és hát nagyon sok mindent tudunk, és sok minden. Meg van beszélve. Ugye kezdjük az első Beatrice-vel, amikor tulajdonképpen egy lányzenekarban volt, és a Gyere kislány, gyere, ez volt a legnagyobb sláger, ami igen, egészen más volt, amit aztán később csináltál. Kézzel, de még a Bétót is játszotta a rádióban. De még mennyire? Sőt, hát a Bétót abból csinált egy repet, hogyha emlékszel. Tényleg. Autóban mutattam neked, hogy mi a véleményed, hogy nem haragszol le, megérte, hogy ezt én megcsináltam. Sokan nem tudják, hogy abban az időben, amikor én annak a női zenekarnak tagja voltam, és igazából én ott a zenekar vezetője voltam, nem pedig a frontembere. És azóta is sokan megkérdezik, hogy a diszkozenéből váltottunk. Hát én úgy gondolom, hogy a zenében bármikor bármit lehet váltani, de mivel nem én voltam a szólista, hanem a Monika, ezért minden csuka rá... Monika, mondom a nézőknek. Igen. Minden ráépült, tehát minden, amit csináltunk a zenekarban, az arról szólt, hogy a frontember a népszerű legyen, vigye a zenekart, és akkor működött egy zenekar, és hát aztán oltat ketten írtuk a Monikával ezt a Gyerek és lány gyerét. Azért érdekes csak, mert most éppen az énekiskolájában két gyerek fogja énekelni, és hát jól esik az embernek, hogy én nem szerettem, és ezt nem is annyira diszkónótának tekintem a mai napig, hanem kicsit előkelőbbnek, ez funkinak hívom. Funkinak az egyik ilyen lágyabb változata volt a Gyerek kislány. Hát amit a diszkóban is el lehet játszani. Ami a Geszti Péterek egy nagyon kemény, hogy is mondjam, diszkót csináltunk belőle, rappel meg mindennel, emlékszem. Nagyon-nagyon szeretők, de félve mutattam meg neked, mit fog szólni majd a Nagy Fer, hogy mit csináltam én a Gyerek kislány gyerek című dalát. De nagyon tetszett neked, az úgy határozottan megvan bennem. Ősbikini. Ugye ez egy jó szó, ez az ősbikini. Hát, ugye ez ugye nem diszkózene volt. 1982-től 85-ig működött körülbelül ez a zenekar. Két lemezt adtunk ki, én nagyon szerettem mind a két lemezt, mert akkor volt először az, hogy a hanglemezgyár megengedte nekünk, a bikininek, hogy a Beatrice ne legyen, de a bikini lehet, hogy szabadon garázdálkodjunk. És akkor akkor tényleg életemben először voltam profi zenészekkel. Tehát a Szűcs Antallal, a Vedres Zsóval, a két német testvérrel, a Németh Alajossal és a Gáborral. És
én hihetetlenül szerettem velük zenélni. Én akkor egy kicsit én elborult avantgard világban éltem, és nagyon jó volt velük az, hogyha bármit kitaláltam. Volt ilyen, hogy megérkeztünk a próbára, és hát nem volt, nem írt senki valami nótát. És mondom, hogy nekem volna egy ötletem. És mondták, hogy akkor mondjad. Az volt bennük a fantasztikus, hogy olyan profi zenészek voltak, ha mondtál neki valamit, azt nyilván jobban megcsinálta, mint ahogy én azt belül élt a dolog bennem. És azonnal. Tehát ő azonnal adott, mert régebben mindig az adott, hogy valamit kitaláltuk, a hazament, szögük, hát a hazament gyakorolta, akkor bejött, mit tudom, két nap múlva, hogy na kigyakoroltam, és közben arra gondoltam, hogy mit vár. Hát az akkor volt jó az ott abban a pillanatban. És ezért úgy lehetett velük tulajdonképpen, mint a hangszereket lehetett használni őket. És amit én láttam rajtuk, hát főleg amiket a német Gabi azt mondja, hogy néztem, hogy mi a franc ez? És akkor mondom neki, hogy és ezt mit kell dobolni? Mondom, olyat, mint a Billikában. Mondom, és akkor a stúdióban majd ilyen fémes hangzást csinálunk belőle. És felcsillant a szeme, és végre nem az ötödött. Nem kettő, három, kettő. Egy zseniális dobosnak. Hát, és akkor elkezdte, és utána, mikor én visszahallottam, mondom, hogy ez sokkal jobb, mint amit én egyetlen gondoltam. Tehát amikor profi zenészekkel dolgozol, akik szerették is azt a műfajt, és ezért hála Istennek, hogy épp nemrég láttam egy ilyen kimutatást, vagy ilyen újságírói véleményt, hogy mit tartanak az első 30 lemeznek Magyarországon. Az első 10-ben is benne vagyunk, és a 30-ban már a második lemezünk is benne van. Úgy, hát az olyan is, mese nincs, azok nagyon-nagyon jók voltak. De nem, hadd mondjam el, és azért az attól is, hogy a Kovács Gyuri volt a hangmérnök. Igen. És amikor már két hete keverte ezt a lemezt, arra gondolom, hogy mi az Isten lehet én, hát összetolom a potikat, aztán jó van. Egy csodát. Nem. Hát egy csodát. Nem. A mai napig meg lehet, tehát hallgatom, és arra gondolok, hogy nem arra gondolok, hogy de régi, ez 35 éve volt. Nem. Hanem arra gondolok, hogy ez olyan, mint a most lett volna. A mai napig is azt mondják, hogy egy profi hangmérnök egy baromi jó nótát úgy el tud rontani, igen, és egy kevésbé jóból olyan jót tud csinálni. Tehát gyakorlatilag a hangmérnökön rengeteg múlt, és hát múlik tulajdonképpen a mai szintetizátoros, illetve komputeres világban is. Az Ősbikin az egy elfogadott együttes volt társadalmilag Magyarországon, és a Beatrice nem volt elfogadott? A Beatrice az nem volt elfogadott. De mi volt az ok annak? Szóval mai napig visszagondolok, hogy mi az a bánat, ami miatt a Beatrice-t nem fogadták, amit betiltották, amit elbevonták az útleveledet. Szóval nem tudom, hogy mi a bánat volt a Beatrice-ével a baj. Igazából én azt szoktam mondani erre, érted, hogy már először senkit nem akarok megbántani. Tehát már, mert ez eltelt, ez akkor, ez így volt. Túl vagyunk rajta. Igen, már túl vagyunk rajta, igen. De akkor azt hittük, vagy arra gondoltunk, hogy a világot meg lehet váltani, és a világ boldog örömmel mondja, hogy igen. Végre valaki megvált engem. Végre itt vagyok én is meg. És amikor azt láttuk, hogy értetlenség fogad bennünket, akkor annál jobban bemérgesedtünk. Agresszívebbek lettetek. Annál agresszívebbek lettünk. És ha valaki odajött volna hozzánk, és megsimogatja a fejünket, hogy hülyék vagytok, mit tudom én, vagy valami, akkor ez az egész minden megváltozhatott volna, de nem változott meg. Két típus volt, az egyik, aki elhatárolódott, a másik, aki azt mondta, hogy ne. Igen, hát aki meg volt. Volt olyan is, aki, mit tudom én, mondjuk a nevét, például az Ómolnár Miklós, aki nagyon szeretett bennünket, az. Sőt, a bikinit, az ősbikinit, aztán le is cikizte. Írtunk is egy nótát neki, és válaszol, hogy lecikizte, mert ő neki a... Tehát neki olyan lehetőségei voltak, hogy írhatott a Jövő Mérnöke című labban, az körülbelül 100-200 példányban jelent meg az egyetemen. Tehát, hogy ott írtak jót rólunk, máshol nem lehetett. Tehát nem lehetett volna az, hogy te azt mondod, hogy de gyerekek, ez nagyon jó. Jó, hát nagyon jó, de ezt nem játszhatod. És akkor kész a rádióban, akkor nem játszhattad. Tudom, mert én is dolgoztam, hogy, hát persze. Aztán, hogy jó, ezt nem. Volt át a garázsban egy és darab. És akkor tudod, hogy ezt nem. És akkor az tudomásul veszed. Mert hát jó, mert egy csomó mindent még mentek. Azt nem, de miért mondták be az útleveledet? Ennek van köze a Beatricéhez, vagy valami egész más sztori? Igen, mert mi akkor elterveztük magunkba a zenekaron belül, hogy elmegyünk nyugatra. Aha. És megváltjuk a világot ott. Megmutatjuk, hogy mi nem Red Star, de Red Punk
zenekar leszünk. Ez jó, hát Red az Omega volt a Red Star, és így pedig a Red Punkkal mennénk ki. És a Redet már le tudták fordítani. Igen. És akkor hát persze ennek hihetetlenül hamar valahogy, nem tudom, híre ment. Szóval abban a világban, miért a maiban is, ma meg már az interneten tudják, hogy mit gondoltál. Persze. Ki se gondoltad, már tudják. Igen. És abban a világban is kitalálták, hogy igen, egy lehetőségük van. És akkor kijöttek egy reggel hozzánk, akkor még Zuglóban laktam, lakótelepen, és kijöttek, és mondták, hogy az útlevelét kérném szépen. És akkor valaki, mese nem volt. Valaki azt mondta, hogy és miért adtad oda? Miért? Hát ha azt mondta neked a rendőrbácsi, hogy adod az útlevet, akkor szépen odaadtad neki, és vágtál jó képet, hogy mert különben gondjaid lehettek. Hát, de hát miért, melyik rendszer nem így működik? Tulajdonképpen itt a csirkedaralástól kezdve a nemzet csótányán át, szóval mindenen keresztül mentél, ami tulajdonképpen hát akármennyire is olyan gyerek vagy, hogy peregnek rólad le a dolgok, az, hogy ülepedtek, és igazából egész biztos, hogy végigkísérték az életednek egy nagyon fontos részét. Emiatt kezdtél el politizálni egy időben, amikor, hogy végre most már valami más van, és akkor a ezeknek most én majd megmutatom, mert én most politizálni fogok. Ez egy, utólag nem azt mondom, hogy nem bántam meg, nagyon, hogy elmentem, mert nagyon sokat, abból tanultam nagyon sokat. Tehát általában azt mondom, az embernek tapasztalnia kell a dolgokat, nem pedig az, hogy oda jön egy okos és azt mondja, hogy szerintem ebbe belebuksz, ezt ne csináld. Tehát az okos ember a saját kárán tanul, nem ez a másik. Sajnos így van, közmondásilag is, meg egyébként is. Mert ugye mit, ha valaki ad nekem egy tanácsot, hát az egy hülye, az mit tudja, majd én belebukok. Mert biztos azért adja ezt a tanácsot, mert ő tudja, hogy ez baromi jó, legalább te ne csináld. És hát ez volt, és akkor ugye, amikor jött a rendszerváltozás, és kezdett átalakulni a világ, akkor én bennem volt egy, hát én ott voltam a Fidesznek például a rendszerzáró nagy bulián. Azt tulajdonképpen én szervezgettem össze oda, hogy ott fellépjenek a mit tudom én, a legnagyobb sztárok, tehát a Demjén Rózsitól kezdve a Viki Dágyulán keresztül mindenki, és akkor én úgy örültem neki, mert valaki utána azt mondta, hogy te fideszes vagy, nem vagyok fideszes, én minden pártnak drukkolok. Állati jó, hogy ez de így magyarországi lesz. Vagy. Igen. És arra gondoltam, ugye hát naívan arra gondoltam, hogy akkor mi nem kommunisták és kommunisták egymást karba öltve megyünk és felépítjük az új és szép Magyarországot. És én időközben nem arról beszélgetünk, hogy... Ez egy nagyon okos gondolat, de látod, hogy borzasztóan nem jött ez össze. Nem, hát a politika az... Jó, nem akarok politizálni, mert én akkor ugye elmentem és hittem dolgokban. Akkor én nagyon MDF hittem. MDF és ugye miért én voltam? Én SZDSZ voltam először. SZDSZ. Aztán onnan egy perc múlva, amikor azt mondták nekem az SZDSZ-be egyszer, hogy jó van, Feró, hát persze, te nagyon jó tehetséges zenész vagy, de ez nem a te, a politika nem a te dolgod. És akkor hiszem, hogy hát ezt nekem az Erdős Péter mondta ezelőtt 20 évvel ugyanezt. Akkor itt valami, vagy a világ, gáz van. Valami, vagy a világ a maggáz, vagy velem van nagyon nagy gáz, mert alapvetően akkor valamit én nem jól látok. És akkor eléggé megsértődtem erre, hogy dehogy nem. Lecikiztek. Hogy dehogy nem, hát szerint. Jó, mert alapvetően arra gondolsz, hogy egy párt alulról szerveződik, tehát megcsináljuk a hülyék pártját, itt akkor ketten, két nagyon hülye vezeti a pártot. Te meg de mi van, ha jön, igen, úgy gondolod, igen. De mi van, akkor jön egy még hülyébb. Gáz akkor van. Le vagy váltva, gáz meg van. Én is, igen. Mert hát ugye jön. De nem így működik. Nem úgy működik. Ha mi kitaláltuk, akkor már több, nálunk hülyébb már nem lehet. Mi vagyunk az etalon. Igen, és hát, és mi osztjuk el azt a kis pénzt, ami esetleg befolyik. Tehát, hogy amikor én ezt megtanultam a MIÉP-nél, amikor láttam, hogy ez így működik, tehát nem úgy működik a dolog, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni a világot, hanem pártérdek van, és ha belegondolsz, ha már politizálunk, egy percet még azért megér, mert mai napig így van a parlamentben. Ha persze. Hogy azt mondják, hogy igen vagy nem, akkor valaki kiabálja, hogy igen, az miért kiabálja? Ha ő mondja meg. Ő mondja meg, hogy az ő pártja az mit fog szavazni. És akkor mi mindannyian igen szavazunk. Most én nem tudom, hát lehet, hogy jó az igen, de lehet, hogy én most nem egy nyomnék, mert az én választóim mögöttem. Uh-huh.
Igen, szóval az a baj, hogy a legnagyobb jó szándék mellett sem tud tiszta lenni a politika. És nem csak Magyarországon, a világ minden részén. És amelyik irányba elmozdul a nem igazából tiszta és jó gondolkodás, és az lehet, hogy rosszat tesz az országnak, Európának, a világnak, igen. És aztán biztos, hogy jön, aki visszamozdítja az egészet, mert nagyon kikerül valamelyik irányba, valamelyik oldalba, az nagyon rosszat tesz az emberiségnek. Szóval egy hülye nagy szavak, de így van. És ezért szoktam mai napig mondani, hogy azért a zenekar, borzasztó dolog az, hogy mai napig egy zenekarnak dörgölődnie kell a politikához. Hát ha valahol lehet bulit csinálni, az az. Hát, vagy a választások előtt, vagy a választások után, mert örülünk. De vagy a választások már nem hívnak, igen, mert nincs. Igen, de mit, hogy nagyobb fesztiválokon, meg ilyen, tehát ami tulajdonképpen a politika folyik bele minden fesztiválba. És ezért persze. Neked olyan képpel kell ott állni mindig, hogy nekem ez is tetszik. Vagy ha nem, akkor hazamész és magadra csukod az ajtót, és szomorú leszel, mert ez neked tényleg nem tetszett, csak neked is a gazdaság érdeke. Tehát amíg a politika diktál, és nem a gazdaság, addig... De hát ez szerintem így volt eddig is, meg valószínűleg így lesz ezután is. Nagyon fontos dolog, amit egyszer én egyik politikusnak mondtam még a mélyében is, hogy figyelj, te már rég nem leszel politikus. Képzeld, én még mindig nagyfelú leszek, és milyen igaz, nemrég találkoztam, azt mondja, jó, megmondtad tényleg, hát én már sehol nem volt, nyomorog. Ez ilyen egyszerű, egy zenekarnak ekkora betűkkel írták a nevét, ilyen picivel, igen, az enyémet, és mondta a zenekar, hogy na, mit szólsz ilyen picivel, mondom, az enyém az 10 év múlva, és ki lesz ilyen picivel. Szóval ez a tipikus dolog. Van egy plakátom, amit a Rock Múzeumnak a plakátja tulajdonképpen. Feró. Igen, szakadt országnak, szakadt elnök. Ez mikor készült ez a dolog? Ez borzasztó jó, ez nekem rettetesen tetszik ez a plakát, meg hát ez a mondat is, ez melyik korszakodban volt az ország ennyire szakadt, ez... és ennyire szakadt te, hogy elnök hát akartál? Ez 90 környékén van, amikor úgy nézett ki, hogy köztársaság elnök választáson részt vehet szinte bárki. Én azt hiszem, hogy a 424-jel... 424, igen, című betűlap. Mi összegyűjtöttünk... Megmutatom még egyszer a nézőknek, ha nem tudták volna végig. Igen, a 424-jel összegyűjtöttünk, annak már 50 000 aláírásom volt, amikor aztán a parlament úgy döntött, hogy nehogy véletlenül... Mégis a nagy Feró legyen a közszázasság. Különben ez az egész egy dili volt, tehát ha valaki azt mondja, hogy én ezt nagyon komolyan vettem, akkor ez nem igaz. Nekem azt tetszett volna, hogy ülünk ugyanígy most itt a televízióban, Posgai, Gönc, Nagy Feró, nem tudom még kik, ott ülnek, és akkor én mit keresek ott? Hát tehát, hogy nekem a 9 is páros lett volna. Tudomány lett volna, szó se volna. És szerintem is azt szoktam mondani ilyenkor, hogy de észrevette a parlament, hogy ez a Feró valamit itt furmánykodik. Tudod mit? Szavazzuk inkább mi meg. És akkor a pártok megegyeztek, és Gönc Árpád. És aztán szakadt országnak nem lett szakadt elnöke. Nem lett szakadt elnöke. Viszont utána elkezdődött egy hihetetlen jobb Beatrice korszak, ugye a 8 óra munka, ez himnusz momentán Magyarországon, igen, csak aztán 8 óra pihenés, nem tudom, hogy lehet betartani, ez az egyen van bajom, hanem 8 óra munkában, meg 8 óra szor, az úgy nagyjából rendben van, de a pihenéssel nincsen gondom, meg rengeteg. Szóval akkor alakult és változott a Beatrice. Tehát megint egy picikét más ez. Mi volt az, amikor te abból a rettetes keménységből, ha úgy tetszik, egy kicsikét megpuhultál? Igazából, hogy mondjam neked, amikor összeállt a Beatrice 1987-ben, ez egy koncerten történt, mégpedig a Pokolgép koncertjén. Meghívtak bennünket, hogy lépjünk fel, mint nem létező, de mint előzenekar. És akkor hát elvállaltuk, persze, hát szóltam a többieknek, összejöttünk minden. És ami számomra nagyon meglepő volt, megdöbbentő, hogy a közönség minden dalunkat énekelte. Pedig közben eltelt 10 év, tehát 10 nem, de a 8, és akkor arra gondoltunk, hogy csinálunk egy ilyen nosztalgia. Igen. Csinálunk egy nosztalgia zenekart. 88-ban. Már aztán akkor én azt hittem, hogy azok a régi zenészekkel, én együtt zenéltem 8 évvel ezelőtt, azok ugyanolyan jók, sőt, még talán jobbak is. Hát ez egy tévedés volt a részemről. Ennek ellenére, hál' Istennek, írtunk nagyon jó nótákat, meg nagyon működött a zenekar. De ez nem volt olyan jó zenekar. Az nem volt olyan jó. És akkor én már a 8 óra munka is az igazából nem nekem készült, hanem a Kőszei Gabinak a rádióban.
látja, akkor én ott dolgoztam a garázsban, és mondta, hogy írjak neki egy nótát. Szóval ezt megírtam, nagyjából elkészültem, már komputertechnika volt, még Atari komputerem volt, meg nem tudom micsoda, és akkor elkészültem vele, és a feleségem bejött a szobába, és hallgatta, azt mondja, mi ez? Én meg úgy szégyenkezve mondtam neki, hogy ez nem az enyém, ez a Kőszegi Gabinak írtam, ez valakinek írtam, ez nem az enyém. Azt mondja, de ez a tiéd, ezt te fogod énekelni. Én, ne, hát én kőkemény rockzenész vagyok, nem képzeld, hogy ilyet. Ilyen tingli-tangli. Mit ad Isten? Ugye akkor éppen rögzítettünk egy lemezt, amelyikor 34 perces lett. Uh-huh. És akkor mondták, hogy hát akkor 38 percnek kellett lenni, lemeznek minimum, 40 fölé meg nem lehetett menni. Igen. És akkor ott álltak, és akkor mondták, hogy igen, hát akkor írjunk, mi kéne egy nóta ide. És hát senkinek nem volt egy ötletem, nekem van egy nótám, hát add ide a gitárt. És elkezdtem megmutatni. Én mondom, ilyen egyszerű, ez ilyen egyszerű lagzis nóta, mondom, hát én is szikiztem a nótát. És megmutattam, ez a rockzenekar, ugye az akkori Beatrice, és elállt, hogy hát ez nagyon jó. Mikor írtad? Hát mondom, pár napja készültem el vele, és hát... És akkor megmutattam még a kazettáromát, hogy akkor még inkább csak kazett, amikor a felvételt, hát hogy azonnal ezt ő kell rakni a lemezre. Hát én meg mondtam, hogy na hát tiszta ciki. Mert megint a feleségemnek van igaza. Igen, és igaza lett. Nagyon igaza lett neki. Igen, igaza. Egyébként ez a mai napig is az egyik ügyeletes láger, és ez egy olyan himnuszerűleg szól, meg azok a boldog szép napok. Tehát ezek mind olyanok, amelyek olyan... Ugye a Beatrice, és akkor ezek a dalok, meg ez hihetetlen. Tudod, miért tetszik nekem nagyon ez a dalom? Igazából azért is, mert ez politika független dal. Hát abszolút. Ez aztán tipikusan szóval 24 az. Órát elosztott háromra, három különböző tevékenység, hát ez mióta a világ, ez világ. Abszolút politika. De csak tolódnak dal, egyik ide, a másik pedig oda. Úgyhogy bármilyen pártban el lehet énekelni. Abszolút. És bármelyik megmozduláson. Ha már Kőszegi Gabit említettél, neked volt egy zseniális műsorod a rádióban. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez a Poptarisztjának konkurenciája lesz, és aztán arra a megállapításra jutottam, hogy ez engem a Poptarisztját baromira erősíteni fogja, hogy a Poptarisztja erősíteni fogja a garázs, mert van két olyan kiugró és másképpen megszólaló műsor a rádióban, mint ami addig volt. Van benned valami, amitől az emberek kinyílnak? A mikrofon mögött én nagyon sok garást hallgattam. Tehát, hogy beszélgettél velük, hogy valamiért kinyíltak és elmondtak olyanokat neked, mert élőadásról beszélünk, amit egyébként nem. Ezt te érezted, akartad, vagy teljesen idézőjelben tudatlanul beszélgette az emberekkel, de úgy hagytad meg a mondataidnak a végét, hogy arra nekik nyílniuk kellett. Hát én nem tudom, én ösztönösen, mai napig ösztönösen működök a világban, amit meg, hát azt te is jól tudod, hogy nagyon nyitottnak kell lenni a világra, és ha valakit meg akarsz érteni, ha nem is érted meg, de hogy megnyíljon és elmondjon neked mindent, ahhoz nagyon nagy empátia kell. Nagyon kell, hogy bízzon benned, hogy mindent mondjon el, és ne pedig az legyen, hogy adsz egy jó nyilatkozatot, aztán jó, kész, megyünk jó tovább, van, és akkor kész, is meg volt. Nem, hanem hogy amikor a titkot, szóval mindig a titkot kell keresnem, tudod? Uh-huh. Minden emberben keresed a titkot, és az egyik legérdekesebb volt, egy éjszakai műsort csináltam, amikor idősebbeknek, és akkor ugye megkaptam rá az engedélyt, mert azért nem volt egyszerű, mert ugye éjjel 12 után ment a műsor, és akkor valami ilyesmi volt, hogy idős emberek szerelmi élete. És akkor megkaptam, de mit akarsz? Telefonáljanak be, meséljenek. És akkor jó, elkezdődött a műsor, elmondtam melyik, hogy miről van szó. 55, hát ő akkor én, még messze voltam onnan, de mondom, hogy 55 fölöttiek, de inkább 60 fölöttiek telefonáljanak, hogy mi történik. Tehát én most már látom, hogy hol van az a kor majd az én életemben, hogy mi van akkor, mi történik, mi van a szerelemmel, meg mit tudom én. Hát figyelj ide, megnyíltak az emberek, de olyan aranyosak voltak, mint 72 éves ember elkezdte mondani. Mondtam, hogy senki nem mondja be a saját nevét, egy álnéve mondja, hogy Laci, vagy Béla, vagy bár, igen. Sokat hát, segít ilyenkor. Igen, hogy nem kell, nem mondja el. Mondtam, és akkor elmentem, olyanokat tudtam meg,
hogy mesélte, hogy hát hogy a Margitkába szerelmes, a Margit az 67 éves. De ez így súgta, tudod, mert a rádióban ment ez így, hogy hát nehogy meghallják a szomszédban, hogy én is ezt a kézet találkoztunk a lépcsőházban, és odaadtam neki egy levelet, tehát nehogy észrevegyék, és mondom, de tömű Béla vagy Jóska, tehát, mert mondtam, hogy tegeződünk. Tehát, mert az eleve megnyit. És akkor azt mondta, hogy hát miért az, hát, azt mondja, 72 éves nagyapa szerelmes leveleket küld. És mondom, és Margitka, vagy Magdika, vagy nem tudom, és ez mit szólt hozzá? Azt mondja, visszaküldött ő, és azt mondja, és nagy a szerelem, mondja, nagy a szerelem. Olyan jó volt hallgatni. Tündériek, az egyiknél igen. Meg megkérdeztem, 68 éves ember, hogy hát nehéz mondom megkérdezni a rádióban, ugye erről szabad egyáltalán beszélni, de mondom, van-e még valami játék? Azt mondja, hát tudom, mire gondolsz. Arra igen, mert mondom, hogy akkor most mi lesz velünk ott, akkor odaérek, akkor mire számítsak? És azt mondja, hogy mondom, hogy hát mit fejleszek? Azt mondja, hogy nagyon jó volt, amit mondott, azt mondta, hogy hát figyelj, Ferro, próbálkozni kell vele. Nem mindegyik sikerül, de a próbánk nem szabad hagyni. Ne felejtsd el, próbálkozni kell vele. Hát most már jól menni tudjuk fog ezt a projektet, abszolút vicces. Úgy ma szatolunk, hogy... Én rég adtam volna neked egy Kossuth díjat minimálisan. Ha engem valaki megkérdez, akkor nagybetűkkel ordítom, hogy Nagy Ferro Kossuth díj. De ugyanakkor elolvastam valahol, hogy nem akarok állami kitüntetést, Hát egyetlen egyet kaptál valami Varázs, állami, igen. Ifjúságért, vagy nem tudom milyen, és nem, tényleg nem akarsz? Vagy most már ezen is változtattál, most már fővennél egy öltönyt. Nem érdekel ez a dolog. Figyeld, akkor, amikor bementem és a Garázsért kaptam egy állami díjat, annak is nagyon érdekes utóhatásai voltak. Volt, aki azt mondta nekem, hogy te ezektől átvetted? És én nézze, milyen ezektől? Hát az ország vezetői, az, hogy te nem szereted, vagy szereted őket, vagy én nem szeretem, ez nem erről szólt, hogy a díjat nem én kapom, hanem az a réteg, vagy az, aki a Garázst hallgatta, kapja, meg igen. Az a produkció kapja. Akkor itt lehetne, akkor én mondhatnám, hogy az nem csak én kaptam, hanem az a Garázs miatt kaptuk. És én úgy vagyok vele, hogy ma már nem nagyon érdekel a dolog, tudod? Tehát, hogy... Mit tudom én, valaki is azt mondja, hogy és mi lenne, ha kapnál, mondom, abban mennyi pénz jár? Nézzük a dolgok gazdasági oldalát. És azt mondta, hogy hát az nem jár, az csak mondom. Okay, kiváló dolgozó élményem van nekem. Persze, meg lehet is kapni bárhol. Mondom, hát ilyen, ezt mondom, hát nem. Én szerintem egy díj az akkor díj, hogyha mit tudom én, kapsz valamit. Uh-huh. Nem azt, hogy az, amik egy elvény, az nézegetem. Hát ez hülyén néz ki tényleg, ebben van valami. Nem, hát egy kis zsazsó legyen benne. Viszont ezzel szemben korcsolyáztál, ezt mai napig nem értem, hogy erre hogy adtad rá a fejedet, ott beszélgettünk is előtt, amikor mentél korizni, szóval... Elmondjam, hogy adtam rá a fejem? Megmondtam a Schwabi Andrásnak, hogy nem. Megmondtam, hogy nem tudok korcsolyázni, mert nincs az a pénz. Azt nem értettem a dolgot. Azt mondta, de van az a pénz, mondta ő. És akkor azt mondtam, hogy engem aztán nem etetsz meg. Erre mondott egy összeget, mondjuk szemmel meg, távolról, mondjuk meg jól hogy mit, mondjuk összeget. Egyszer ki már, érted. Azt mondta, de Ferro, ez 5 millió forint. Na most ilyen csúnyát nekem még érdemre mondtak. Hol a korcsolya, kérdezted? 5 millió forint. 3 hónap alatt tudok keresni 5 millió forintot, csak meg kell tanulni korcsolyázni. Ugyan, apróság. És akkor mondta, hogy rendben van, de ha az első körben kiesek, nekem, én pausáliba vagyok, tehát nekem az egészet kérem. Azt mondja, ez természetes. Na mondom, várjál egy picit. Adjál még 500.000 forintot, és amikor kimondtam, tudod, lekarmodnom. Hát 5 milliót mondtak, hát simán kérhettem volna még kettőt. Érted? Erre a hülye proli mit mond? Adjál még 500.000-et. Azt mondta, hogy úgy röhögött rajtam, hát ő tudta pontosan, azt mondta, oké, legyen, érted? Mulatni, tessék. Most figyelj, én akkor, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor megtanulok. De én aztán nagyon megszerettem. Tehát én... Nagyon jól csináltad, emlékszem rá. Ferro, tényleg teljesen igazad volt a legelején, kell, hogy még gyere. Jó. Véget ért, mesélj, elszaladt az idő. Egy babos kendőt, meg egy pár dolgot még kell hozod majd a Rockmúzeumban. Igen, nem is hozom. Ne felejtsd el, légy szíves.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Találkozunk egy hét múlva. A viszontlátásra. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsorát látták.